Picit beszélnék a következő előadókról. Ő Dája Gergely, az ELTE-n asztrofizikus PhD hallgató, és arról fog ma nekünk beszélni, hogy a gravitációs hullámok használatával hogyan tudunk újabb és újabb titkokat megtudni az univerzumról. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Dája Gergőt. Üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ugye eddig a nagyon-nagyon picike dolgokról beszéltünk, úgyhogy most egy nagy ugrást fogunk megtenni, és fekete lyukakról, illetve más ilyen egzotikus objektumokról fogunk beszélni, amik ugye egy teljesen más méretskálán működnek. De először menjünk egy picit vissza az időben, az 1600-as évekbe, és gondoljunk bele abba, hogy mekkora áttörés is volt az a csillagászatban, amikor Galilei először az ég felé fordította a távcsőjét. Ugye ezzel az új eszközzel, a távcsővel olyan objektumokat is meg tudott látni, amiket szabad szemmel képtelnek voltak az emberek. Ugye ő fedezte fel például a Jupiternek a holdjait, aztán tanulmányozta a napfoltokat, a Vénusz fázisait, stb., ami gyakorlatilag egy forradalmat indított el a csillagászatban. Aztán, hogyha egy pár évszázadot ugrunk, ugye a II. Világháború környékére, akkor szemtanúi lehetünk a rádiócsillagászat megszületésének. Ugyanis hogyan is lehetne jobban felhasználni a nagy rádióantennákat, amiket arra építettek a britek, hogy földerítsék vele, hogy mikor fognak jönni a német bombázók, mint hogy az ég felé fordítjuk őket, és hát a csillagokat kezdjük el kémlelni a segítségükkel. Ugye mind a rádióhullámok, mind a fény, mind mondjuk a röntgen, vagy a gammasugarak, az infravörös, mind ugyanannak a dolognak, az elektromágneses sugárzásnak a különböző megnyilvánulásai. Mégis mindig, amikor egy-egy újabb tartományt elkezdett használni a csillagászat, akkor teljesen új dolgokat láttunk meg, és olyan kérdésekre kaptunk választ, amiről előtte egyszerűen fogalmunk sem lehetett. Ehhez képest ma már akár így is kinézhet egy távcső. A képen a LIGO gravitációs hullámdetektort látjuk. Két ilyen detektor működik Amerikában. Hát ezzel kicsit bajba lenne az ember, hogy ebbe hol kell belenézni. Ez mitől egy távcső, de az előadás végére meg fogjuk látni, hogy egy ilyen bűszerrel, hasonlóan a korábbi újfajta távcsőekhez, mennyi újdonságot megtudtunk már most az univerzumról, és milyen érdekes felfedezéseket várhatunk még a jövőben. Tehát kicsit előre szaladtam, mik is azok a gravitációs hullámok, és mire jók nekünk? Albert Einstein 1905-ben publikálta a speciális relativitás elméletét. Ebben az elméletben egy nagyon forradalmi módon azt mondta ki, hogy a térbeli és az időbeli mozgások azok nem függetlenek egymástól. Tehát, hogyha én mozgok a térben, akkor úgymond máshogy fogok mozogni az időben, máshogy fog telni számomra az idő, mint mondjuk önök számára, akik ott kényelmesen egy helyben ülnek. Aztán ezt a gondolatot egy picit még tovább vitte 10 évvel később, és kiterjesztette ezt az egész elméletet, ezt hívjuk az általános relativitás elméletnek. Hát itt pedig már aztán tényleg nagyon furcsa dolgokról beszél, tehát nem elég, hogy a tér és az idő az összefonódik, és nem tudunk róluk külön-külön beszélni, hanem egy nagy téridőként beszélünk róluk, hanem még azt is mondja Einstein, hogy ez a téridő, ez görbe. Na hát ez meg mit jelent? Mi az, hogy az idő görbe, hogy hogyan tudjuk ezt felfogni egyáltalán, és milyen következményei vannak ennek. Tipikusan ezzel a gumilepedős hasonlattal szokás szemléltetni, hogy ugye kifeszítünk egy gumilepedőt, annak a közepébe rakunk egy valamilyen nagy súlyt, akkor ugye az egész be fog görbülni, ezt képzeljük el görbült téridőként, és ebben mozognak valahogy a bolygók, a különböző testek, ugye úgy, ahogy a gumilepedőnek a görbülete diktálja nekik. Ilyen értelemben mondja azt Einstein, hogy a gravitáció az nem egy erő, nincs ilyen, hogy engem most mekkora erővel vonz a Föld, hanem pusztán a Föld meggörbíti ezt a képzeletbeli hatalmas gumilepedőt, a téridőt, és ezért én úgy kell mozognom rajta, ahogy előírja számomra a téridő. Aztán egy évvel később egy kicsit még tovább ment, nem elég, hogy görbítgetni lehet ezt a nagy gumilepedőt, hanem hullámoztatni is lehet. Ezt pedig gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy nem csak egy dolgot, mondjuk egy csillagot vagy egy fekete lyukat teszünk a lepedő közepére, hanem mondjuk kettőt. Ha ez a két fekete lyuk egymás körül kering,
akkor mindkettő külön-külön begörbíti a térülőt, de ugye ahogy mozognak egymás körül, egyfajta hullámzást is létre fognak hozni az egész lepedőn magán, ami tova fog terjedni, és a lepedő legtávolabbi csücskébe is el fog jutni előbb-utóbb. Úgyhogy Einstein ezt hívta gravitációs hullámnak, és hát nagyon kíváncsi ember volt, úgyhogy kiszámolta azt is, hogy na, vajon oké, hogy létezik ez a jelenség az ő elméleti alapján, de vajon képesek leszünk ezt valaha észlelni. Számolt, és aztán nagyon elszomorodott, mert az jött ki, hogy hát ezt soha nem fogjuk tudni észlelni, annyira pici jelenségről van szó, hogy mondjuk ahogy én itt állok, rajtam valamiféle megnyúlást vagy összehúzódást kéne tapasztalni, ahogy mindjárt ezt látjuk a következő dián, de ezt az összehúzódást soha nem fogjuk megtapasztalni semmilyen módon. Valahogy így lehet ezzel a gumilepedővel vizualizálni a gravitációs hullámokat, és a hatásukat úgy tudjuk legjobban elképzelni, hogy ha én most itt állok, és önök felől jönne egy gravitációs hullám, és áthaladna rajtam, ha megfelelően nagy erősségű lenne, akkor azt látnánk, hogy az egyik pillanatban összemegyek, soványabb leszek és magasabb, megnyúlok, a következő pillanatban pedig alacsonyabb leszek és kövérebb. Úgyhogy, és ez váltakozna így szépen periodikusan, tehát ezt kéne látnunk, ahogy én itt nem csak egy helyben állok és beszélek, hanem így táncolok folyamatosan. Na most, akkor miért nem látunk soha olyasmit, hogy reggel megyünk a villamoson, és a szemben álló ember elkezd így furán mozogni? Hát erre ugye két magyarázat lehetne, vagy az, hogy hülyeség, amit Einstein mondott, és nem lehet ilyen gumilepedős rezgetéseket csinálni, vagy pedig az, hogy valójában táncol a másik ember, ilyen nagyon furán, csak nem láthatjuk. És kiderült, hogy ez az utóbbi az igaz, tehát egy méter az ennyivel nyúlik meg egy átlagos, jó erős gravitációs hullám hatására, ez ilyen 10 a mínusz 20-on nagyságrend, tehát jóval az atommag mérete alatt vagyunk, ezt még a legélesebb szemű ember sem fogja látni, nemhogy reggel 6-kor kómásan a villamoson. Na jó, de tegyük fel, hogy mégis meg akarjuk cáfolni Einsteint. Ő azt mondta, hogy soha senki nem fogja detektálni, de mi elhatároztuk, hogy akár mekkora kihívás is ez, mi mégis érzékelni fogjuk ezt a hullámot. Mivel szoktunk tipikusan hosszúságot mérni? Egy vonalzóval. Az első kísérletként tegyük fel azt, hogy csinálunk egy nagyon-nagyon pontos vonalzót, és elhatározzuk, hogy ezt most én ide tartom a fejemhez a vonalzót, és jó sokáig nézzük, hogy valamennyit változik-e a fejemnek a hossza. Ez ugye elméletben talán még nem is lenne hülyeség, csak az vele a baj, hogy ahogy átjön rajtam a gravitációs hullám, nem csak a fejem fog megnyúlni, hanem a vonalzó is. Tehát még hogyha egy nagyon-nagyon erős hullám is jönne át, ami egy méterrel megnyújtja a fejemet, az egy méterrel a vonalzót is megnyújtaná, tehát nem látnánk semmi különbséget a centi beosztásban, ugyanúgy, nem tudom, 20-30 centinél lenne a vonalzó teteje. Úgyhogy sajnos semmilyen hagyományos vonalzóval nem tudjuk kimutatni ezt a hatást, hanem egy nagyon speciális vonalzóra van szükségünk. Ezt a nagyon speciális vonalzót pedig úgy hívjuk, hogy fény. Ugyanis a fénynek van egy ilyen rendkívül előnyös tulajdonsága, hogy mindig fénysebességgel közlekedik. Vagyis tegyük fel, hogy most nem egy vonalzót rakok ide a fejemhez, hanem itt az ábrán látható kísérletet végezzük el. Van ez a két srác, az egyiknek van egy zseblámpája, meg egy stopperórája, a másik kezében pedig van egy tükör. Az első srác, akinek van a zseblámpája, bekapcsolja a zseblámpát, és méri a stopperórával, hogy mennyi idő múlva érkezik vissza a fénysugár, mennyi időbe tellett a fénynek, mire megteszi oda-vissza ezt az utat. Leméri, oké, valami nagyon picike időtartam. Viszont tegyük fel, hogy most közöttük ott átmegy a gravitációs hullám, akkor az egyik pillanatban összemegy közöttük a tér, aztán pedig kinyúlik. Ugye amikor összement a tér, akkor rövidebb utat kell megtenni a fénynek, de a fényt nem zavarja, hogy most összement a tér, vagy nem ment össze, mindig ugyanazzal a sebességgel halad, vagyis kevesebb időbe fog telni ez az oda-vissza út. A következő pillanatban pedig megnyúlik közöttük a téridő, vagyis több időbe fog telni ennek a fénysugárnak megtenni ugyanezt az utat. Úgyhogy tulajdonképpen nem is nagyon-nagyon pontos vonalzókra van szükségünk, hanem nagyon-nagyon pontos órákra. És egy nagyon pontos időmérésre lehet visszavezetni ezt az egész folyamatot. Tulajdonképpen ezen az elven működik a
az Amerika két szélén található, Livingston és Hanford településeken lévő két úgynevezett lézerinterferométer, a LIGO két detektora. Az a megnyúlás, amit egy gravitációs hullám okoz, az arányos azzal, hogy milyen nagy a test, amit nézünk. Úgyhogy ennek érdekében minél nagyobb ilyen detektorokat kell építeni. Ennek a két detektornak, ezek ilyen L alakú detektorok, és két darab 4 km hosszúságú karjuk van. Ugye mondtam azt, hogy ha rajtam jönne át a gravitációs hullám, akkor ebbe az irányba megnyúlnék, ebbe pedig összemennék, és fordítva. Vagyis ezért, hogyha mi nem csak egy irányba nézzük a hosszváltozást, hanem egyszerre ebbe az irányba, meg ebbe az irányba, akkor ugye kétszer akkora lesz a hatás. Ezért van ilyen L alakja ezeknek az interferométereknek. Oké, de még így is, ugye egy 4 km hosszúságú karnak, még így is, hát az atommag méretének kb. Ezrede lesz a megnyúlása, úgyhogy még ezt is ugye egy hatalmas mérnöki teljesítmény kimérni. És ahhoz, hogy egyáltalán lehetőségünk legyen, és reménykedhessünk benne, hogy megcáfoljuk Einsteint, ahhoz ki kell szűrnünk mindenféle zajforrásokat. Tehát ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy ott van egy tükör a detektor karjának a végében, és ténylegesen egy lézert lőnek rá, azonban bármilyen kis földmozgás vagy akármi miatt az a tükör egy picit arrébb mozdulhat. És akkor ugye már valami hamis jelet fogunk kapni, már nem tudunk gravitációs hullámot észlelni, úgyhogy mindenféle nagyon változatos zajforrásokra kell itt gondolni. Például a detektornál mindig pontosan tudják, hogy mikor lehet kimenni szörfözni, mikor vannak éppen olyan nagy hullámok, amik kedvezőek a szörfösök számára, viszont a kutatók számára pedig nagyon kedvezőtlenek, mert ahogy a nagy hullám nekicsapódik a partnak, olyan pici kis rezgéseket kelt a Földben, amik már lehetetlenné teszik a mérést. Úgyhogy ilyenkor nem lehet használni a detektorokat. Aztán volt egy ilyen eset is az egyik detektornál, hogy azt tapasztalták, hogy viszonylag gyakran nagyon fura zajok keletkeznek a detektorban, és senki nem tudta megmondani, hogy ez mitől lehet. Aztán egyszer egyik mérnök egy kis binokulárral kiült a detektor épületnek a tetejére, és elkezdte figyelni a távolban lévő autópályát. És azt vette észre, hogy mindig akkor tapasztalják ezeket a nagyon fura zajokat, mikor az autópálya egy adott pontján elmegy egy teherautó. Oda mentek, és ott volt egy kátyú a Földben. Tehát ahogy a kátyún kicsit megdöccene a teherautó, az is már olyan zajt kelt, hogy nem lehet tovább mérni. Úgyhogy lehet, hogy ezért nincs még Magyarországon ilyen gravitációs hullámdetektor. Előbb a kátyúkat kell megoldani. De nekem a kedvenc zajforrásom az a portás. A Livingstoni Obszervatóriumnak egy ilyen hatalmas vas kapuja van, és mindig pontosan lehet látni, hogy mikor érkezett meg reggel a portás, mikor csukta be maga mögött az ajtót, az is egy kis jelet ad a detektorban, úgyhogy ott nem lehet lógni. Még hogy kicsit kontextusba helyezzük, hogy mennyire pici hosszváltozást is kell kimérni a LIGO-val, ez gyakorlatilag ez a egy atommag méret megnyúlás, ez annak felel meg, mintha nap távolságát folyamatosan egy atom pontossággal tudnánk mérni. Úgyhogy ez ugye egy óriási mérnöki teljesítmény van emögött. Mondtam, hogy ez a két detektor üzemel Amerikában, ott láthatjuk a LIGO, Hanford és Livingston detektorokat, de emellett a világon szerte még számos más detektor vagy üzemel most már, vagy jelenleg építés és tervezés alatt áll. Európában, Németországban található a Geo 600 nevű detektor. Ez egy jóval kisebb, gyakorlatilag ilyen teszt detektor, csak 600 méteres karjai vannak. Arra nagyon jó ez a detektor, hogy itt próbálják ki először az új technológiákat. Tehát ha valakinek valami új ötlete van, hogy hogyan lehetne még jobb lézert csinálni, még pontosabb tükröt, még jobban izolálni a környezettől az egész berendezést, akkor ugye nem állítják le a nagy működő LIGO detektorokat, hanem a Geo-ban kipróbálják, hogy oké, valóban működik, valóban jobb, akkor majd egy pár év múlva beszerelik a LIGO-ba is. Aztán ott Olaszországban láthatjuk a Virgo detektort. Hát ez is egy kis testvére a LIGO-nak, 4 helyett 3 km hosszúságúak a karjai, viszont ugye ez azért nem olyan nagy különbség. Jelenleg a két LIGO és ez a Virgo detektor hárman egy közös kollaborációt alkotnak, tehát minden adatot megosztanak egymással, és ugye, hogyha több detektorral érzékeljük ugyanazt a forrást, akkor mégis sokkal pontosabb adatokat kaphatunk.
Aztán ott Japánban láthatjuk a Kagra nevű detektort, amire azt írja, hogy under construction, de igazából egy pár héttel ezelőtt már elkezdte ő is a méréseket. Nemrég írták alá ők is a LIGO-val ugyanezt a megállapodást, hogy adatokat cserélnek egymásra, és egy gyakorlatilag most már egy 2000 fős tudományos kollaborációként működik ez az egész gravitációs hullámos közösség. Az az érdekessége még ennek a Kagra detektornak, hogy egy kriogenikus, vagyis hűtött detektorról van szó. Ez azért fontos a hűtés, mert hogyha nincsen lehűtve a végpontban a tükrünk, akkor ugye a tükör felszínének a részecskéi is egy nagyon picit mozognak a hőmozgás hatására. És bizony ez is behoz egy zajt a mérésekbe, úgyhogy az abszolút nulla fok közelébe kell lehűteni, hogy ezzel is minimálisra tudjuk csökkenteni a mérés terhelő zajokat. Úgyhogy ilyenekre is figyelni kell. És valószínűleg pont emiatt egy pár éven belül a Kagra az túl fogja szárnyalni majd a LIGO detektorokat is. És láthatjuk, hogy Indiában is épül egy detektor, oda már megérkeztek a műszerek, gyakorlatilag ásni kell, meg építeni, úgyhogy a technológia az ott van, csak meg kell neki építeni a helyet. Ezzel kapcsolatban volt egy ilyen érdekes kis húzavona, hogy gyakorlatilag egy 5-10 éve már meg akarták építeni ezt a detektort az indiaiak, viszont van egy ilyen szerencsétlen tulajdonsága egy gravitációs hullám detektornak, hogy mivel nagyon pontos műszerről van szó, a környezetet folyamatosan monitorozni kell. Nagyon-nagyon pontosan. És ugye India, mint atomhatalom, néha azért szeret kísérleteket végezni ezen a téren, és bizony, hogyha bármilyen ilyen jellegű kísérletet végeznének, mondjuk egy kisebb atombomba felrobbantása valahol, ezt abszolút rögtön minden paraméterét ki lehetne mérni a LIGO-nak a környezeti monitorozó rendszerével, ugye milyen rezgéseket okozott, abból szinte mindent vissza lehetne számolni, és mivel ez egy hatalmas nemzetközi kollaboráció, ezért gyakorlatilag Amerika, Japán, Németország, mindenki egyből észlelni ezeket az adatokat. Úgyhogy ilyen kis húzavonák voltak ezzel, de jelenleg úgy néz ki, hogy elhárult az akadály, és Indiában is meg fog épülni ez a detektor. Na, a gravitációs hullám detektornak van még egy kisebb hátránya a hagyományos elektromágneses távcsövekhez képest. Ugye jobb esetben egy jobb csillagász, hogyha belenéz a távcsövébe, akkor tudja, hogy mit lát benne. Egy akármilyen jó gravitációs hullám kutatóról ez nem mondható el, ugyanis az ő távcsöve az gyakorlatilag minden irányba érzékeny. Ugyanis a gravitációs hullámnak tök mindegy, hogy mind kell átmennie, akadálytalanul látható akár az egész Földön is, nem gyengül közben, úgyhogy érkezhet bármilyen irányból ez a hullám, a detektor észlelni fogja. Ez ugye problémát jelent abból a szempontból, hogy nem fogjuk tudni megmondani, hogy mondjuk melyik galaxisban történt az az összeütközés, vagy az a nagy esemény, ami kiváltotta ezt a hullámot. Úgyhogy ez az egyik indok arra, hogy miért kell több detektort építsünk. Annak ellenére is, hogy ugye már egy detektor is elméletben az összes gravitációs hullámot tudná észlelni. Ugyanis ha van mondjuk két detektorunk, akkor azzal már valamit tudunk mondani a forrás pozíciójáról. Ez a két detektor akkor gyakorlatilag úgy működhet, mint a hallásunk, mint a két fülünk, hogyha becsukjuk a szemünket, akkor is tudjuk, hogy én valahol itt beszélek elől, mert hogy az agyunk ugye azt érzékeli, hogy melyik fülünk milyen erősséggel és milyen kis időkéséssel hallja a hangot. Ez alapján valahogy össze tudja rakni, hogy hát én valahol kb. Itt ezen a részen állhatok. Ugye nem olyan pontosan, mint a szemünk, sohasem, de azért valamennyire mégis meg tudjuk mondani, és ugyanez a helyzet ezekkel a gravitációs hullámdetektorokkal is. A két detektor, ugye az egyik az egy picit előbb fogja észlelni a jelet, mint a másik, illetve picit talán erősebben, picit gyengébben, ebből már valamit tudunk mondani. Jelenleg pedig ugye három detektor üzemel, japán detektor is üzemel, csak az még kicsit gyengébben, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a két amerikai meg az olasz detektor üzemel, és ezzel a hárommal hát ilyen itt az ábrán látható égterületeket tudunk produkálni, hogy ilyen fura banán alakú sávokban valahonnan onnan származik a gravitációs hullám, amit észlelünk. Ugye itt ez az ovális alak, ez az teljes égboltot ábrázolja, úgyhogy ezek igazából még mindig hatalmas nagy égterületek, és egy ilyen égterületen belül még rengeteg sok forrás lehet. Úgyhogy még tovább kell mennünk, ahhoz, hogy ténylegesen megmondhatjuk azt, hogy mi volt a forrása a gravitációs hullámoknak. És részben ezen dolgozunk mi is az ELTE-n.
Ehhez készítettünk egy galaxis katalógust, egy hatalmas adatbázist, ami a környező univerzumnak gyakorlatilag a legpontosabb térképe jelenleg. Ez olyan 3 millió galaxis tartalmaz, ami azt jelenti, hogy olyan 1 milliárd fényév távolságig ismerjük az összes galaxisnak a felét. Azért jó nekünk, hogyha ismerjük a galaxisokat és azok pontos elhelyezkedését és mindenféle tulajdonságát, mert ez alapján le tudjuk mégis szűkíteni a lehetséges forrásokat. Ott voltak ezek a nagy ilyen banán alakú területek az égbolton. Ha egy ilyet észlelünk, meg tudjuk mondani, hogy ezen belül hol vannak galaxisok, és ugye a galaxisok között szinte üres tér van. Tehát onnan biztosan nem jöhet a gravitációs hullám, csak valamelyik galaxisból. Vagyis elegendő mondjuk ezeket a galaxisokat végignézni, ahhoz, hogy megtalálhassuk a forrást. Nem kell a közöttük lévő rengeteg üres teret is végignézzük. Továbbá meg tudjuk azt is csinálni, hogy valamilyen módon sorrendbe rakjuk ezeket a galaxisokat, hogy melyik a legvalószínűbb, melyik kevésbé valószínű. Ehhez pedig ugye föl kell használniuk különböző asztrofizikai modelleket, hogy tipikusan milyen galaxisokban történhetnek mondjuk ilyen események. Mi az a mérőszám egy adott galaxisra, ami megmondja, hogy abban a galaxisban ott valószínű, hogy ilyen történik, a másikban pedig nem. Úgyhogy ilyen input kell tulajdonképpen a csillagászat és az asztrofizika oldaláról, ahhoz, hogy ténylegesen meg tudjuk mondani, hogy ott az égen abból a galaxisból származott ez a hullám. Na, és nézzük is meg akkor, hogy milyen gravitációs hullám felfedezések voltak eddig, és ezekből milyen következtetéseket szűrhettünk le. 2015. szeptember 14-én történt a legelső felfedezés, amikor is tőlünk 1 milliárd fényév távolságban ütközött egymással két fekete lyuk. Az egyik fekete lyuk 29 naptömegű volt, a másik pedig 36 naptömegű. Mit gondolnak, hogy mekkora lehet kb. Egy ilyen kb. 30 naptömegű fekete lyuk? Picike, de annyira azért nem picike. Ez kb. Ilyen Magyarország mérettel összemérhető, úgyhogy tulajdonképpen azt kell elképzelni, hogy két ilyen Magyarország méretű fekete lyuk ütközött egymással, és ez a két fekete lyuk, azt képzelhetjük el, hogy mennyire hatalmas nagy energia kibocsátás történt ebben a folyamatban. Tehát ha összeadjuk a 29 és a 36 naptömeget, akkor ha ilyen későn is még jól tudunk számolni, akkor az fog kijönni, hogy 65 naptömeg az össztömeg ennek a két fekete lyuknak. Viszont itt azt látjuk, hogy az összeolvadás után 62 naptömegnyi nagyobb fekete lyuk maradt hátra, vagyis valahova eltűnt 3 naptömeg. Ez a 3 naptömeg bocsátódott ki energia formájában, gravitációs hullámok képében. És ha egy kicsit kontextusba helyezzük ezt, ez az egész esemény az olyan 1/10 másodperc alatt történt meg, amit mi észlelni tudtunk. 1/10 másodperc alatt 3 naptömegnyi energia bocsátódott ki, ami kb. 4500-szor annyi energia, mint amennyit a nap egész élete alatt ki fog bocsátani. Úgyhogy egyértelműen kijelenthetjük, hogy ez volt a legnagyobb teljesítmény, a legenergikusabb folyamat, amit eddig észlelt az emberiség. Úgyhogy már emiatt is egy hatalmas dolog volt a gravitációs hullámok felfedezése. Ugye mondtam, hogy 2015-ben történt ez az első felfedezés, és ebben az úgynevezett megfigyelési időszakban még két másik gravitációs hullámot is sikerült találni, azóta pedig szinte rutinszerűvé váltak ezek a megfigyelések. Ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy később, ezután, a következő 1-2 évben még milyen felfedezések történtek, és ezek a fekete lyukak, amiket észleltünk, ezek itt tömeg szerint vannak ugye sorba rendezve. Ennek pedig az az érdekessége, hogy eddig kétféle fekete lyukat ismertünk az univerzumban. Voltak a nagyon picike fekete lyukak, amik hát mondjuk ennek a skálának az alja, mondjuk olyan 10-20 nap tömeg közötti fekete lyukak. És voltak a szuper nagy tömegű fekete lyukak, amik pedig mondjuk az 1 millió naptömegnél kezdődnek, a felső határ az meg ki tudja mennyi, de olyan milliárd naptömegű fekete lyukakat is ismerünk. Ezek vannak a galaxisok közepében. Ugye talán többen látták a fekete lyukakról készült első tényleges felvételt, ami kb. Egy fél éve, egy éve készítették el. Az M87 nevű galaxis központi fekete lyukát ábrázolja ez a fotó. És az egyik legnagyobb fekete lyuk, amit ismerünk, több milliárd naptömege van. De
ugye vannak ezek a több millió, több milliárd naptömegűek, meg voltak a 10 naptömegűek, vagy néhány naptömegűek, és közöttük nem ismertünk semmit. Úgyhogy ez egy teljesen nyitott probléma volt, és hát részben még mindig az maradt, hogy van-e olyan feketőjük, ami valahol a kettő között helyezkedik el. Most már látjuk azt, hogy oké, van 60 naptömegű, ez valami, oké, ilyen nagyot a kicsik közül még nem ismertünk, de hát továbbra is marad a kérdés, hogy van-e mondjuk 1000 naptömegű. És ugye az lesz az igazán érdekes, hogyha nem fedezünk fel ilyet. Akkor az a kérdés, hogy miért nincs? És akkor miért van több millió naptömegű, hogyha nincsen 1000 naptömegű? Úgyhogy ahogy egyre több és több fekete lyukat fogunk felfedezni, úgy erre a kérdésre is talán majd választ kaphatunk. Ugye minél messzebbre tekintünk az univerzumban, ugye annál korábbra nézünk vissza, viszont annál hatalmasabb térfogatot is látunk. És látunk olyan galaxisokat, ezek a hatalmas ilyen elliptikus galaxisok, ilyen nagyon vörös színű, óriás elliptikus galaxisok, amiket a jelenlegi modellek szerint csak úgy alakulhattak ki, hogy már rengeteg galaxis összeütközött, ilyen kicsi spirál galaxisok összeütközéséből, úgyhogy ezekre feltételezzük azt, hogy a fekete lyukaik is össze kellett valahogy ütközzenek. Ezzel kapcsolatban mondjuk van egy elméleti probléma is, ami még nem teljesen megoldott, de mindesetre jelenleg ez a legjobb modellünk, hogy ezek a galaxisok így keletkeztek, és ezért azt feltételezzük, hogy ezek az óriási fekete lyukak is valahogy más fekete lyukak összeütközéséből származtak, de akkor is kéne valami köztes tömegű is legyen, hogy amiben mondjuk csak 3 galaxis ütközött össze, és nem 100 galaxis. Úgyhogy emiatt ez még nem teljesen tisztázott. De ugye már önmagában ez a felfedezés is olyan jelentős volt, hogy itt a középen látható úriember, Rainer Weiss, két kutatótársával együtt Nobel-díjban részesült ezért a felfedezésért. Ez egy pár évvel ezelőtti konferencián volt szerencsém készíteni ezt a fényképet Rainer Weiss-szal, aki egyébként tavaly Magyarországon is járt, az ELTE díszdoktorává avatta, és akkor tartott itthon előadásokat is ebben a témában. De amik számomra sokkal érdekesebbek, mint a fekete lyukak, azok a neutroncsillagok. A neutroncsillagok azért érdekesek, mert hogyha összeütköznek egymással, akkor nem csak gravitációs hullámokat bocsátanak ki, hanem minden mást is. Például látható fényt, infravörös sugárzást, akár neutrinókat is, rádiósugárzást, mindent, amit el tudunk képzelni. Úgyhogy sokkal izgalmasabb az a kérdés, hogy összeütköznek a neutroncsillagok, akkor melyik részük mit, hogyan bocsát ki, és ebből mire tudunk következtetni a neutroncsillagok belső szerkezetével, tulajdonságaival, keletkezésével kapcsolatban. Úgyhogy az is érdekel minket, hogy mondjuk melyik galaxisban történt a feketejük összeütközés, de abban nem várunk semmilyen látható fényt, úgyhogy végül is emiatt nem annyira izgalmas. Viszont ha két neutroncsillag ütközik össze, akkor meg szeretnénk találni azt a galaxist, amelyikben történt az esemény, azért, hogy oda tudjuk fordítani a távcsöveket, és észlelni onnan a látható fényt, az infravörös sugarakat, stb. Úgyhogy ezért ez egy nagyon kiemelt projekt volt a LIGO-nál, hogy valahogy ezt az eseményt is meg tudjuk látni, és 2017. augusztusáig kellett várni az első ilyen neutroncsillag ütközésre, amikor 130 millió fényév távolságban egy 1,6 és egy 1,1 naptömegű neutroncsillag ütközött össze egymással, és ezzel gyakorlatilag egy időben ugye a Föld körül keringő gamma műholdak észleltek egy nagyon erős gamma kitörést is. Ugye a gamma sugárzás az elektromágneses sugárzásnak a legerősebb fajtája, úgyhogy egy ilyen felvillanást is észleltek. És ahogy mondtam, ebből az eseményből mindenféle más sugárzást is várunk, viszont ugye ez az összeütközés pillanatában lesz a legerősebb a sugárzás, utána pedig folyamatosan halványodik. Ezért a LIGO rögtön egy riasztást bocsátott ki, és több tucatnyi földi és űrtávcső kezdte pásztázni az égboltot, hogy vajon hol lehet ez a forrás. Itt látható, hogy melyik távcsövek hol vettek részt ebben a projektben. Gyakorlatilag az összes óriás teleszkóp, ami létezik a Földön, ráállt erre a keresésre. És hát büszkén mondhatom el, hogy ebben a mi általunk fejlesztett galaxis katalógusnak is szerepe volt. Tehát a LIGO elküldte ezeknek a partnereknek a gravitációs hullám adatot, vagyis ezt a banán alakú területet, mi pedig elküldtük ugyanezeknek a partnereknek a lehetséges galaxisok listáját.
És hát többen ez alapján, a lista alapján találták meg azt a pöttyöt, amit ott a jobboldali képen láthatunk. Ez a nagyon szép NGC 4993 nevet viselő galaxis volt a házigazdája ennek a robbanásnak. Itt láthatunk egy korábbi felvételt a Hubble űrteleszkóp képén, ott pedig egy pár órával a bejelentés utáni képet, és láthatjuk azt a pici kis fekete pöttyöt, ami ott megjelent, ez a neutroncsillag összeolvadásnak az utófénye. Úgyhogy sikerült ennek a nemzetközi hálózatnak teljes egészében elkapnia a robbanást. Oké, hát ezek önmagukban is persze érdekes eredmények, és jó az, hogyha mindenféle dolgokat el tudunk csípni a világűrből, de nyilván az a legérdekesebb, hogy ezzel milyen fizikát tudunk csinálni, ezzel milyen kérdésekre kaphatunk választ. Az első, amiről beszélni fogok, az egy kozmológiai alkalmazás. Ugye tudjuk azt, hogy az univerzum tágul, egy pár éve azt is tudjuk, hogy gyorsulva tágul az univerzum, ezért is kiosztottak már Nobel-díjakat, viszont azt nem tudjuk, hogy milyen ütemben tágul pontosan. A Hubble állandó a kozmológia talán legfontosabb paramétere. Egyetlen szám. Ezzel tudjuk azt jellemezni, hogy most milyen ütemben tágul az univerzum, milyen gyorsan. És ezen az ábrán láthatjuk azt, hogy a különböző években milyen értékét mérték ki ennek a Hubble állandónak. Két különböző módszert lehet használni erre a mérésre. Az egyik az kozmikus háttérsugárzást, vagyis gyakorlatilag az ősrobbanásból visszamaradt, nagyon-nagyon régi sugárzást használja ennek a mérésére. A másik az pedig a szupernova robbanásokat, ami ugye nagyon nagy tömegű csillagoknak az élete végén történő robbanás. Ezeknek a pontos analízisével is ki lehet mutatni ezt a számot, ki lehet számítani. És az ábrán azt látjuk, hogy a 2000-es évek elején ugye az egyik módszert a kék jelöli, a másikat a piros. A 2000-es évek elején ugye olyan nagyok voltak a hiba határai mindkét mérésnek, hogy azt mondtuk, hogy tök jó, mindkettő ugyanazt adja, minden passzol a kozmológiában, van egy kész elméletünk. Viszont ahogy telt múlt az idő, egyre pontosodtak a mérések, látjuk, hogy egyre kisebbek a hiba határok ezeken a pontokon, és bizony 2010 után elértünk oda, hogy ezek a mérések már nem konzisztensek egymással. Tehát hiba határon kívül más mondanak. Ugye nagyon pici a különbség, egyik azt mondja, hogy 68, a másik meg, hogy 72, de mégis hiba határon kívül nem egyezik ez a két szám. Ez pedig egy nagyon nagy probléma, mert azt mondja, hogy a jelenlegi kozmológiai modellünk az nem teljes, valami hiányzik belőle, valamit rosszul értünk az univerzum működésével kapcsolatban, és kéne emiatt valami új, független módszer arra, hogy mégis el tudjuk dönteni, hogy a két módszer közül melyik a helyes. Jobb esetben, rosszabb esetben pedig azzal kapunk egy harmadik számot, és akkor még nagyobb bajba vagyunk, mint eddig. Ez a teljesen új, független módszer a gravitációs hullámok észlelése. Ugyanis, hogyha egy ilyen észlelés történik, mint például ez, ahol észleljük a gravitációs hullámot, majd pedig felfedezzük, hogy melyik galaxisban történt, akkor kétféle távolság értéket is kapunk. Egyrészt magából a hullámból meg tudjuk mondani annak a hozzávetőleges távolságát, másrészt pedig a galaxisnak is meg tudjuk mondani, tehát ha tudjuk, melyik a galaxis, annak más korábbi csillagászati mérésekből is meg tudjuk határozni a távolságát. Ez a két távolság, ez nem lesz pontosan ugyanaz, és a kettő közötti pici eltérésből tudjuk meghatározni ezt a számot. Eddig egyetlen ilyen észlelés volt, ugye ez a 2017 augusztusi, és hát egy mérés az nem mérés, egy mérésből ugye nagyon pontatlan következtetéseket lehet csak mondani, úgyhogy abból az egy mérésből az jött ki, hogy hát valahol 60 és 80 között van ez a szám. Hát ugye ezzel nem fogjuk eldönteni, hogy akkor most melyik is az igaz, de várhatóan különböző cikkek alapján, hogyha mondjuk olyan 50-60 ilyen észlelésünk lenne, akkor az alapján már tényleg különbséget tudnánk tenni a kettő között. Az a baj, hogy annak ellenére, hogy jelenleg is működnek a LIGO detektorok, és minden eddiginél érzékenyebbek, most gyakorlatilag hetente van egy-egy ilyen új észlelés, neutroncsillagokat nagyon ritkán észlelünk. Sokkal gyakoribbak a fekete lyuk ütközések. A fekete lyuk ütközésnél pedig ugye nem tudjuk megmondani, hogy melyik a forrásgalaxis, úgyhogy azt nem tudjuk erre a kozmológiai alkalmazásra használni, kivéve egyfajta statisztikus, nagy átlagban vett módszerrel, ami nyilván még ennél is pontatlanabb.
Úgyhogy hát azt várjuk, hogy ez mondjuk majd egy 5-10 év múlva hoz valamilyen eredményt, minden esetre akkor nagyon érdekes lesz megnézni, hogy melyiknek van igaza a kettő közül. Egy következő alkalmazás, amire szintén a gravitációs hullám észlelés nélkül nem nagyon lettünk volna képesek, az a gamma kitörések utolsó rejtélyének megválaszolása. A gamma kitörések története a 60-as években kezdődik, amikor az Egyesült Államok és a Szovjetunió aláírt egy olyan egyezményt, ami megtiltotta azt, hogy nukleáris robbantásokat lehessen végezni az atmoszférában, illetve a világűrben. Persze nem nagyon bíztak egymásban, annak ellenére, hogy aláírták ezt a szerződést, ez még nem jelent önmagában semmilyen garanciát, úgyhogy elkezdtek gondolkodni az amerikaiak, hogy hogyan lehetne mégis ellenőrizni azt, hogy a szovjetek tényleg nem robbantanak atombombát a világűrben. Ha valaki atombombát akar robbantani a világűrben, akkor annak csak egyfajta jele lesz, amit lehet észlelni, ez pedig a nagyon erős gamma sugárzás. Ezt a sugárzást pedig földi műszerekkel nem lehet észlelni, ugyanis a légkör el fogja nyelni. Emiatt műholdakat kell felbocsátani ahhoz, hogy mégis ellenőrizni tudjuk, hogy mire készülnek a szovjetek. Ezért bocsátották fel 63-ban ezeket a Véla nevű műholdakat az amerikaiak, és hát egy néhány évig ott keringtek, semmi probléma nem volt, aztán egyszer csak hirtelen észleltek valamit. Hát nagy lett az ijegység a Pentagonban, hogy úristen, mi lehet ez, de szerencsére jól ki volt számolva, hogy ha egy szovjet atombomba felrobban, akkor annak milyen jele kell legyen ebben a gamma tartományban, és hát valami teljesen mást észleltek. Úgyhogy két lehetőség maradt, vagy a szovjeteknek valami nagyon új és nagyon különleges fegyvere van, vagy pedig ez mégsem a szovjetek okozták, hanem valahonnan a kozmoszból érkezett. És ezeket a méréseket nagyon sokáig titkosították, de aztán, mikor már több száz összegyűlt belőlük, akkor már egyszerűen senki nem hitte el, hogy persze minden héten robbangatnak a szovjetek egy-egy atombombát, úgyhogy akkor már odaadták az asztrofizikusoknak az adatsort, hogy na jó, akkor kezdjetek ti vele valamit. Ők pedig egyértelműen meg tudták állapítani, hogy ez messze a mi galaxisunkon túlról származnak ezek a jelek, úgyhogy nem kell aggódnia a szovjet bombák miatt. Az is kiderült, hogy két fajta ilyen jel van. Van az úgynevezett hosszú gamma kitörés, hát kinek mi a hosszú, ezek olyan 10 másodpercig tartanak. Illetve vannak a rövid gamma kitörések, amik a másodperc tör része, ilyen század másodperc, tized másodperc méretskálájúak. Viszonylag hamar rájöttek, mondjuk a 90-es évekre rájöttek, hogy a hosszú gamma kitörések azok a legenergikusabb szupernova robbanások során keletkeznek, a úgynevezett hipernova robbanásokban van annyi energia, hogy ilyen gamma kitörés produkáljon, viszont a rövid gamma kitöréseket az egy rejtély maradt, hogy vajon mi is okozhatja. Több elméleti modell létezett, nagyon sokáig gyakorlatilag több volt az elmélet rá, mint ahány megfigyelés történt ténylegesen, és gyakorlatilag most ugyanezzel a 2017. augusztusi észleléssel derült ki, hogy az összeütköző neutroncsillagok keltik ezt. Ugyanis, ahogy a LIGO észlelte a gravitációs hullámokat a neutroncsillagokból, ugye a gravitációs hullám jelből egyértelműen meg lehetett állapítani, hogy ez két neutroncsillag volt, és ugyanakkor, tehát egy másodperc tört része volt a két észlelés között a különbség, ugyanakkor észleltek egy ilyen rövid gamma kitörést is a műholdak, úgyhogy a kettőt elég jól be lehetett lőni, hogy tényleg ugyanarról van szó, és ez megerősítette ezt az elméletet, hogy neutroncsillagok keltik ezt a rövid gamma kitörést. Egy következő alkalmazási területe, ami már újat tudtunk meg az univerzumról, az pedig az, hogy hol keletkezik az arany, honnan származik. Ez is egy olyan kérdés, ami már az ősidőktől kezdve, vagy legalábbis az alkimisták ideje óta foglalkoztatja az emberiséget, hogy hogyan keletkezik az arany, hogyan tudnánk mi is aranyat csinálni. És igazából nem csak az aranyról van szó, hanem az összes elemről, ami itt narancssárgával van jelölve ebben a periódusos rendszerben. Ugye a csillagok a normál működésük során csak a vasig, ugye a 26-os rendszámig, a vasig tudnak elemeket gyártani magukban. Amint egy csillag eléri azt, hogy gyakorlatilag most már a vasat kéne tovább felhasználni üzemanyagként, hogy valami új elemeket generáljon, akkor fog bekövetkezni vagy a szupernova robbanás, vagy a fehér törpe állapot. Úgyhogy az egy nagy rejtély, hogy a többi elem az hogyan keletkezhet. Ott a vas után még látod néhány elemet ugyanabban a sorban, amik
nem narancssárgák, azokra vannak viszonylag jó modelljeink, hogy mégis milyen folyamatokban keletkezhetnek, viszont ezek a narancssárga elemek, ezek sokáig kifogtak rajtunk. Alapvetően két elmélet létezett arra, hogy hogyan keletkezhetnek ezek az elemek. Az egyik elmélet az az, hogy szupernova robbanásokban, tehát a nagy tömegű csillagok élete végén történő hatalmas robbanásokban keletkeznek, hogy ott lesz akkora hőmérséklet, olyan sűrűség, hogy még egymásba tudja préselni ezeket a magokat. A másik elmélet pedig azt mondta, hogy ilyen neutroncsillag összeolvadásokban, két neutroncsillag összeütközik, akkor ugye ott is hatalmas hőmérséklet lesz, meg ott is hatalmas sűrűség lesz, úgyhogy akár azok is létre tudnak hozni további még nagyobb elemeket. Ez felvet egy további érdekes kérdést is. Ugyanis a szupernova robbanások nagyon rutinszerűen nézteli őket az emberiség, gyakorlatilag minden nap, minden másnap újabb és újabb szupernova robbanásokat látunk meg, tehát ezek nagyon gyakoriak az univerzumban, viszont a neutroncsillag összeadáshoz képest sokkal kisebb energiájúak. Vagyis azt feltételezik, hogyha ilyenekben keletkezik az arany és a nehéz elemek, akkor minden galaxisban kb. Egyenletesen van elosztva, itt is keletkezik egy kicsi, ott is, stb. Úgy, ahogy a csoki ennek a tortának a tetején, szép egyenletesen mindenhol az univerzumban van arany. Viszont, hogyha neutroncsillag összeolvadásokban keletkezik, ugye mondtam, hogy eddig egyetlen ilyen esemény volt, van még két másik ilyen esemény, ami vitatott jelenleg, hogy az-e, de minden esetre nagyon kevés ilyet ismerünk, tehát nagyon ritkák ezek a neutroncsillag összeolvadások, viszont hatalmas energiájuk van, és hatalmas mennyiségű nehéz fémet tudnak létrehozni emiatt. Úgyhogy, ha ez az igaz, ez a modell az igaz, hogy a neutroncsillag összeolvadásokban keletkezik, akkor abban a messzi galaxisban keletkezik egy csomó arany, aztán sok idő múlva abban a másik baromi messzi galaxisban szintén egy csomó arany, és így tovább. Tehát úgy fog elhelyezkedni, mint a csoki ebben a kekszben, hogy itt is, meg ott is van egy-egy csoki darab, egy-egy nagy aranytömb, vagy nehéz elemekből álló rész, máshol pedig nincsen semmi. Úgyhogy ez volt a kérdés, hogy az univerzumunk az egy ilyen keksz, vagy egy csoki torta, és ebben az egyetlen felfedezésben, ebben az egyetlen észlelésben sikerült több földtömegnyi aranynak a keletkezését megfigyelni. Vagyis ez bebizonyította azt, hogy érvényes ez a csokis kekszes modell, tehát ténylegesen keletkezik a neutroncsillag összeolvadásokban arany. Befejezésül pedig a jövőről beszélnék még egy kicsit, hogy mire is számíthatunk az elkövetkező években. Ugye már most is néhány érdekes fizikai problémát meg tudtunk válaszolni a gravitációs hullámok segítségével, de mire számíthatunk még a jövőben? Itt látható a menetrendje a jelenlegi gravitációs hullám detektoroknak. Ezek a számok pedig azt jelentik, hogy milyen messzire fognak ellátni. Gyakorlatilag azt láthatjuk ezen az ábrán, hogy a 2020-as évek elejére a LIGO, a Virgo és a Kagra is el fogja érni azt a maximális távolságot, ameddig ezekkel a műszerekkel el lehet látni. Tehát addigra lesz beépítve minden jelenlegi technológiai fejlesztés, és gyakorlatilag ez a hálózat legalább kétszer-háromszor olyan érzékenyen fog működni, mint mondjuk ma. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk háromszor érzékenyebb lesz a hálózat, az azt jelenti, hogy kilencszer nagyobb térfogatot fogunk észlelni, és ugye már most is mondjuk hetente van egy-egy gravitációs hullámesemény, tehát 2020-as évek elején naponta lesz egy-egy újabb felfedezés. Úgyhogy ez eléggé meg fogja gyorsítani majd a további analíziseket, tehát és itt nem csak fekete lyukakra, meg neutroncsillagokra kell gondolni, hanem gravitációs hullámokat várunk például szupernova robbanásokból is. Viszont ezt sokkal kevésbé tudjuk modellezni, sokkal kevésbé tudjuk megmondani, hogy egy szupernova robbanásban milyen hullámok fognak keletkezni. Ugye a fekete lyukak azok rendkívül egyszerű objektumok, ott van két fekete lyuk, azokat le tudjuk írni a relativitás elmélettel nagyon egyszerűen, ezek összeütköznek, azt is még le tudjuk írni a relativitás elmélettel. Egy szupernova viszont sokkal bonyolultabb ennél, ahhoz nem csak a relativitás elméletre van szükség, hanem a mágnesességre, a hidrodinamikára, a mindenféle más részeire a fizikának, úgyhogy ezért sokkal rosszabb modelljeink vannak rá. Ezért nem is nagyon tudjuk előrejelezni, hogy mikor fogunk majd esetleg szupernova robbanásból gravitációs hullámot detektálni. Jelenleg ott tart az érzékenység, hogy ha tejútban lenne, akkor biztos észleljük, hogy ha hozzánk legközelebbi másik nagy galaxisban, az Andromédában, akkor talán. Ha nagyon erős, akkor még onnan is.
de ugye a fekete lyuk összeütközéseket pedig több milliárd fényévekről lévő galaxisokból is tudjuk észlelni. És hát persze ezek azok a források, amiket tudjuk, hogy várunk belőlük gravitációs hullámot, de gyakorlatilag mikor föltalálták a rádióteleszkópokat, akkor se voltak tisztában vele, hogy milyen forrásokból jön majd rádiósugárzás. És felfedeztek vele olyan új objektumokat, mondjuk az aktív galaxis magokat, amiket korábban nem is sejtették, hogy léteznek. Úgyhogy valamilyen szinten azt várjuk, hogy majd a váratlan események is el fognak jönni a 2020-as évek elején, mikor sokkal messzebbre fogunk látni. És ugye nem csak a Földön képzelhetünk el gravitációs hullámdetektorokat, van egy rendkívül ambíciózus terv, a LISA, Laser Interferometer Space Antenna nevű kezdeményezés, aminek az a lényege, hogy fogjunk három kis műholdat, ezeket itt egy ilyen a képen látható háromszög alakzatban rendezzük el a világűrben, ahol egy-egy ilyen karhossz az legyen olyan mondjuk egy napföld távolság, tehát egy csillagászati egység mondjuk, és tehát egy óriási háromszöget hozzunk létre ezekkel, ahol folyamatosan lézernyalábokat küldözgetnek egymásnak ezek a kis műholdak. Ugye, hogyha ezen az egész rendszeren átmegy egy gravitációs hullám, akkor ugye a lézernyalábok megérkezési időiből ki fogjuk tudni számolni, hogy pontosan most jött a gravitációs hullám, mekkora energiája volt, kb. Honnan jött, stb. És ugye mondtam azt, hogy ez a megnyúlás, amit okoz a hullám, ez arányos a mérettel. Vagyis még egy 4 kilométeres LIGO detektort, azt megnyújt egy nagyon-nagyon picit, egy atommag méretének ezred részével, addig egy ilyen 150 millió kilométeres LISA detektort, hát azt már jóval erősebben meg fog nyújtani, és ezért sokkal-sokkal messzebbre látunk, és sokkal-sokkal kisebb dolgoknak a gravitációs hullámait is meg fogjuk látni. Illetve egy olyan plusz is van még ebben az egész műszerben, hogy ugye a Földön is különböző műszereket kell fejlesztünk arra, hogy az elektromágneses sugárzás különböző tartományait észlelni tudjuk. Tehát egy rádiótávcsővel nem tudunk optikaiban észlelni, és fordítva. És itt is ez a LISA nevű műszer egy más frekvencia tartományon lenne érzékeny, mint a LIGO. A LIGO az egyébként kb. Így az emberi hallás frekvencia tartományában lévő gravitációs hullámokat, tehát ilyen 10-100 000 Hz közötti hullámokat tudja érzékelni, és az, hogy milyen hullámokra érzékeny egy adott gravitációs hullámdetektor, az is a méretétől függ. Tehát egy ilyen óriás detektor, ez a sokkal nagyobb hullámhosszakat fogja tudni érzékelni, és ezért lesz az, hogy akár visszakanyarodva a kérdésre, ami elhangzott közben, akár ezeknek a szuper nagy tömegű fekete lyukaknak az összeolvadását is tudja majd érzékelni ez a detektor. Ugyanis azok teljesen más frekvencia tartományban bocsátanak ki hullámokat, hiába történne most a szomszédban egy ilyen összeolvadás, a LIGO nem tudna érzékelni, mert más frekvenciákon bocsátja ki a gravitációs hullámokat. Tehát ez a LISA nevű műszer abszolút újra forradalmasítani fogja ezt a területet, viszont az a rossz hír, hogy erre még jó sokat kell várnunk. Jelenleg a céldátum az 2034, de ugye tudjuk, hogy az ilyen űrprojektekben a céldátumok azok milyen sikerességgel szoktak megvalósulni. Úgyhogy hát azért reméljük, hogy előbb-utóbb elérkezik. Annyi biztató hír viszont van ezzel kapcsolatban, hogy már volt egy ilyen előküldetés, a LISA Pathfinder nevet viselő kis műhold, ami tesztelte ezt a technológiát, és azt a konklúziót vonta le, hogy jelenleg abszolút abban az ütemben halad a fejlesztés, amit elvártak. Tehát ez a kis műhold az hozta azt az érzékenységet, amit elvártak tőle, úgyhogy ez alapján akár optimisták is lehetünk, de persze a 2034 még így is nagyon messze van. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet! Remek kérdés, igen. Itt még nagyon sok olyan technológia van, ami jelenleg nincsen kifejlesztve, és ezért ez a 2034, ez is egy
hát olyan érdekes céldátum, hogy hogy mondunk egy technológiára új céldátumot, hogy még nem fejlesztettük ki. Tehát, hogy gyakorlatilag azt lehet fölmérni, hogy mondjuk a lézer technológia az hogyan fejlődött az utóbbi években, és mondjuk milyen lézereket fogunk tudni majd ez alapján mondjuk 2030-ra elkészíteni, illetve ami még nagyon fontos hozzá, az a pálya stabilizáció. Ugye oké, hogy itt már 1,5 millió kilométeres kar nyúlik meg, azért az ott sokkal nagyobb hiba is belefér, de még ennek ellenére is ugye nagyon-nagyon pontosan kell stabilizálni azt a kis műholdat, és gyakorlatilag ezt tesztelték főleg a LISA Pathfinder-nél, tehát ennél az előküldetésnél. Eddig ez jól halad, tehát eddig ez úgy halad, ahogy tervezték, de persze ezt is nehéz megmondani, hogy miért mondjuk azt, hogy pont 34-re, vagy a 30-as évek elejére fog ez a technológia odáig jutni. Úgyhogy remek kérdés, elég sok hát tippelés van benne, de ez olyan tippelés, ami ugye az elmúlt évek fejlődését veszi alapul. És akkor, hogyha mondjuk nekem van egy aranygyűrűm, akkor az valószínűleg valami neutroncsillag robbanásból szóródott ide ebbe a galaxisba. És így van, így van. Ez egy nagyon valószínű elképzelés. Ugye ettől függetlenül, tehát azt mondjuk, hogy neutroncsillagokba is biztos keletkezik, a szupernovákba is biztos keletkezik. Azon lehet vitatkozni, hogy melyikbe több. Most jelenleg ez alapján, az egy mérés alapján azt mondjuk, hogy több a neutroncsillagokba, de lehet, hogy a te aranygyűrűd az pont szupernovába keletkezett. Van-e másnak még kérdése esetleg? Ha nincsen, akkor egy nagy tapsot kérek szépen Gergőnek. Köszönjük szépen! És természetesen egy pici aprósággal neked is készültünk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Illetve köszönjük nektek is, hogy velünk tartottatok. Nincsen más hátra, van még néhány programajánlom így nektek, ugyanis nagyon sok űrös rendezvény várható a következő időszakban. Elsőként, hát ugye mindenkinek maga felé hajlik a keze, a következő űrakadémia klubot szeretném nektek meghirdetni. November 21-én, szintén csütörtökön fogjuk tartani. Visszatérünk egy kicsit békésebb teremhez, azt megígérem. Két előadást fogunk hozni, egyet már elmondhatok nektek. Pápai Levente fog eljönni hozzánk, aki a műholdakkal való antennákkal, illetve rádiófrekvenciás kommunikációról fog előadást tartani. Az RF mérnökség különböző mágiájába fog minket bevezetni. Úgyhogy én mindenképpen ajánlom, hogy gyertek el, illetve figyeljétek a Facebook oldalunkat, ami nem sokára meghirdetjük majd a következő előadást is. Illetve van még a napokban, hetekben két rendezvény, amit mindenképpen ajánlok. Az első október 17-én, jövő csütörtökön 3 órától a Magyar Asztronautikai Társaság űrnapja lesz a Tudományos Akadémián. Ez az esemény különlegessége, hogy a Nemzetközi űrállomás 20 éves évfordulója lesz a központban, illetve a téma, úgyhogy sok szeretettel látunk ott is titeket. Valamint október 21-én hétfőn a Simonyi Károly Szakkollégium fog tartani egy a szakmai napok keretében egy űrrel kapcsolatos, illetve űrtevékenységgel kapcsolatos kerekasztal beszélgetést, fókuszban a műegyetemen történő űrtevékenység, úgyhogy ezeket a programokat sok szeretettel ajánlom. És nincsen más hátra, én most lezárnám ezt a ma estét, de mivel az űrakadémia klubnak az is az egyik fő célja, hogy találkozunk és beszélgessünk, ezért akinek van kedve, meginvitálnálak titeket, hogy üljünk le egy közeli vendéglátóhelyre, és egy pici beszélgetés, ismerkedés. Tehát, hogyha akinek van kedve, az csatlakozzon hozzánk, illetve tartsatok velünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai este során.